Na, hát gyerekek, figyeljetek ide. Én most készítek egy kedvenc ételemet, amit én szeretem az én módomra. Hát ismeritek, mert ez egy ötvözet lesz benne, a neve pincés pacal. Hogy miért is ez a neve? Mert tudjátok, a pince pörkölt miből áll. Füle, farka, meg stb. És krumplival. Na most ezt én pacallal fogom ötvözni, hogy miért is? Mert ugye nyilvánvalóan tudjátok, hogy a körömnek és a faroknak, a sertésfaroknak van egy ilyen jellegzetes, jó, ragacsos, szaftos, jó témája, ami a pacallal együtt jó hagymával, jó, sűrű, szaftos pörköt fogok készíteni. Mindjárt mutatom a darab részleteket. Nos, gyerekek, szeretnélek beavatni benneteket ebbe a pince pacalba, pincés pacalba. Ugye pincepörköt tudjátok, hogy miről van szó, az alapanyag itt van elkészült. Tehát itt vannak a farkincák, meg van perzselve egy kicsit, meg a körmök, látjátok, összeaprítottam, újra perzseltem, így. És íme itt a csíkozott pacal, én már itt előkészítettem 80 deka vörös hagymát, így már én megtisztítottam, ide félre rakom, ezeket össze fogom kockázni. Na most az a lényege. Ez a P betűvel való szó engemet annyira nagyon inspirál erre a jó pozitivitásra, például pacal, pörkölt, pálinka, pénz, pipa, amit ugye dohányzás, ugye meg minden, meg a postás, ugye pénzt hoz, ugye? Na jó, mindegy, viccet félretéve, nagyon finom étel lesz, szeretnélek benneteket beavatni ebbe a kulisszámba, hogy én hogy fogom készíteni. Nagyon egyszerűen lépésről lépésre fogom mutatni. Tulajdonképpen majdnem annyi az egész, már itt a krumpli is hozzá, a fűszer adalékokkal, csak tájékoztatás jellegűleg mondom, én használok ilyet, hogy szárított fokhagymát, most ugye őrült borsot, és akkor egy picikek is, nem sokat, hanem a vegetát, és fűszerkömény, ugye továbbá egy kis paprika, egy fél paprika, só, őrült paprika. Tehát tulajdonképpen majdnem pörkölt alapja van az egésznek. Csak! Itt lesz a különbség, itt nagyon figyeljetek oda, mert itt lehet elcseszni az egész dolgot, hogy ezzel tisztában kell lenni, hogy nagy darab körömmel, tehát hogy magyarul öreg vagy nem, akkor nyilvánvalóan tudni fogjuk azt, hogy a pacal általában, mondjuk ezzel a pacal, ez tovább fog főni. Úgyhogy nyilvánvalóan akkor a pacalt fogom felkészíteni elő, és aztán fogom majd beletenni, mert akkor széjjel megyen benne. Nos, hát ugye olyan nagyon nagy procedúra nincs már, és kezdjük a hagyma darabolással. Nos, hát gyerekek, itt összeaprítottam a hagymát, tessék, de egyébként most a lila hagyma akadt benne az egyik, úgy gondoltam, beleteszem, hogy nem fogja elrontani. Ez nem szükséges, de aki akarja, beletetni, lehet póri hagymával is helyettesíteni, vagy pedig nem tesz bele, úgyhogy az ízén ez nem igazán fog módosítani. Úgyhogy semmit, úgyhogy már is kezdünk bele a témába. Nos, hát már is jövök ide, és akkor... Hát ez nem jégkrém, gyerekek, mert rá van írva, hogy zsír, vagy flat, vagy ahogy mondják, angolul, de magyarul, na még meg mindjárt nem tudom felbontani, jó? Na hát körülbelül ebből, körülbelül a 20 dekányit teszünk bele ebbe a edénybe, most 20-22, hát ez most éppen már nem motivál, ezt már feltesszük ide a tűzhelyre, olvadjon így meg. Jó tűzünk van, gyerekek, nagyon jó lesz. Elő. Majd olvadjon meg, és majd a krumpli fel fogja majd vetni a zsírját. Én ledaraboltam róla a felesleges zsíros részeket, mert úgy gondoltam, hogy egy nem lesz olyan szalonképes erőtűzbe. Na, itt van a aprított vöröshagyma. Már is így bele teszem, és enyhén üvegesre fogom egy kicsit párolni.
Hát a paprikát azt majd egészbe fogom beletenni, mert tudjátok, az a viaszos rész úgy ráragad véletlen húsra, és olyan szállas a szánkban megakad, meg mit ér? Én úgy szeretem, hogyha... Jó. Egy kicsit üvegesre, és akkor nem sokára bele fogom helyezni a cuccot. Most már itt is vagyok, nem teszek bele paprikát, mert véletlenül keserű lesz az íze. Látjátok, hát ez egy olyan sertés, hogy pont körülbelül itt idejűleg szerintem a pacalla jó lesz ez a sertés. Egy kicsit. Látjátok, hogy fele fogom így tenni. Fogom így kicsikét megperzseltessük, megkapassuk egy kicsit. Továbbá 2 kiló pacalról beszélünk is, hogy körülbelül egy olyan 1,5 kilónyi sertés körömmel és farkincával. A gyerekek, látjátok, egy kicsit így megzubbantottam, egy kicsit megfehéredéltük. Látjátok, még vizet is engedett a hagyma, úgyhogy így néz ki ez nagyjából. Na most jövök egy kis piros paprikával, ugye lapátot nem hoztam bele. Satszper, körülbelül 2,5 evőkanál paprikát tettem bele, így. És akkor körülbelül a podrakkából, igaz, még nem volna jó ízesíteni, de én már ízesítem ilyenkor, mert jobban határozza, egy teáskanálnyival marad benne, ezt beleszórom. Továbbá egy kis fokhagymánk, ugye, ebből a port fogok használni, ebből a fokhagyma porból. Ebből is egy ilyen jó mokkással, illetve egy fél teáskanállal adok bele. És akkor van itt egy kis fűszerkömény. Ebből is körülbelül egy jó teással tolok neki. Így, ebbe a cuccba. Egy mokkás kanálnyi borsot, így mellé körülbelül tolom benne kicsit, mert több nem számít. Nagyolok továbbá, egy fél paprikát dobok bele. És akkor ezt fel fogom önteni vízzel, épp hogy ellepje. És majd közben majd fogom én ezt majd még továbbá pontolni majd vízzel, és akkor szépen itt magának hagy főjön. Így nézett ki nagyjából. Egy kicsit a szélét oda, azt kidobjuk belőle. Mert... Közben még tettem bele még egy teáskanállal, mert nagyon színetlen ez a paprikám. Tehát nem jár, úgyhogy hagy főjön itt már nyugodtan. Na, hát ugye visszatérünk ebből a P betűvel való dolgok. Volt egy vicc is, ugye, hogy az iskolában tanulták az ABC-t, Móriczka mondta, hogy azt mondják, hogy ki tudja a P betűvel való szót? Móriczka jelentkezik, mindjárt mondja, azt mondja, te ülj, kisfiam, ne mondjad, mert csúnyát mondol. Na majd Sanyika, te postás. Nagyon jó. Na most én is mondok egy P betűvel való szót, az nem más lesz, mint pálinka! Tehát ugye ez is mondtam, ugye, hogy a pál P betű az a nagyon adja a gyerekek nekünk. Úgy gondolom, hogy ezzel a előemésztésnek ez nagyon ideális lesz. Öppó, imádom magam. Isten áldjon, erős egészséget kívánok nektek. Na, biztos, hogy nem ide bele. Oh. Jó. Ez nagyon király. Töltöm, után töltöm még mindig ezt a dolgot. Na, hogy mit is főzünk, ugye? Hú. Kicsit nagy a tűz. Tehát magyarul még egyszer a P betűnél maradunk, ugye, hogy pincés pacal, P-P. Hát már, ha pacalnál vagyunk, meg a pincénél, nem maradhat ki belőle, hogy egy ilyen nautát hozzáfúzunk, hogy ismertek azt a nautát? Ez egy ilyen pincés pacal nauta, hogy ide leszakadt a pince lakat, jaj, de szép szerető makat, sötét van, nem látok, gyere babám, gyújtsál világot. Gyújtok, gyújtok, csak gyere be, itt
itt az ágyam, feküdj bele, húzd le a csizmádat, ne sározd véle össze az ágyat. Leszakadt a pincelakat, megfőztem a pincepörkölt. Na hát így működik ez a dolog, van pincelakat, pincés nóta, P betű a pálinka, pörkölt, a paprika, a pálinka, a pénz és a pipa. Na, ezt jól megaszontam. Főzünk tovább. Kérem tisztelettel, ez még itten főget, megkavargattuk szépen, így, és akkor már is, még ez itt pötyök, elmegyünk burgonyát pucolni. Hát akkor úgy látom, hogy ez már a végét járja, már mint a krumplihámozás. Ezt nem nagyon csípem, de megcsinálom, mert ezt nekem kell megcsinálnom. Akkor jobb ízű lesz. Na, hát ezt mindjárt még megmosogatom, ezt a krumplit, és akkor elvágom itt négy fele. Beküldöm a csajoknak oda be, hogy főzzék ki, mire kör. Ezt a krumplit meg eltávolítom, egy kis rendet lágok itten, és aztán jönök vissza, megnézzük, hogy hogy fő a kajánk. Nézzük meg ezt a témát, gyerekek, hogy hogyan. Tehát látjátok, ezt csinálta, ezt a jó sűrű szaptat, látjátok, a köröm és a farkinca, itt van a farkinca benne. Nézzétek, már még ugye, hát már, látjátok, már kezd puhulni, de még nem az igazi. Látjátok, már ez már a fakanállal a körmet meg lehet már. Nos, hát nem mutattam bele, mert nem szükséges, a szélével nem kell foglalkozni, azt nem kavarjuk oda. Látjátok, itt nem égett oda, az nem érdekes, itt az alja az király. És raktam bele még egy evőkanál sót is. Azt mondom, azt nem kell annyira részletelni, úgyhogy lassan pötyörészik ittene a dolog egy kanál sóval. Meg lett hintve még, és gyönyörűen fő. Hát ugye... Jár még hozzá valami, hogy... Hát a pincés nóta következik, a pince is pacal mellé, péj, péj! Ide lemegyek, lemegyek a pince, ide addig iszom, még csak forver, aztán meg kisakalom, úgy is szagoljuk meg. Mindegy estére alig egybe megyünk vacsorán. Hát kérem tisztelettel egy jó nóta mellé, a jó pörkölt mellé, a pörkölt, a pálinka,
az az igazi embernek az igazi élete. Na gyerekek, így gondoltam, látjátok? Ilyen állagra gondoltam. Így ezt, így kaptuk ezt a szaptaságot. Na most már annyi, hogy még egy kis sütés neki. Látjátok szépen, nem ragadtod, hogy a széle, hogy ilyen a kutyát nem érdekli. Látjátok, itt végig ez védi. Nagy volt a tűz neki, te. Így gondoltam nagyjából, látjátok. Egy 10 perc, és már jövünk is a tálalással, és már megkóstoljuk, hogy milyen lett ez a pincés patal. A kedveském, elkészült ám az egy finom étel, ez a kedvencem, ez a pincés pacal pörkölt. Nagyon finom, nézzétek, milyen jó nyálcsorgató. Na mindjárt megnézzük, hogy aztán. Látjátok, milyen jó megfőtt, ez nézzétek, csak így, mint a tészta. Ah, nagyon jó. Ekkor van jó elkészülve, van egy kis csípős hozzá. Na, hát. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek, készítsétek el ti is. Kóstoljátok meg az én receptem alapján, ajánlani tudom, és jó jártok, mert jó tesztek, és csak aztán lehet inni utána a jó hideg vizet, vagy a kólát, vagy azt, amit. Sziasztok!